szeretet nem luxus. A brazíliai San José dos Campos városban, a helyi börtönben nincs fegyőr, sem karhatalom. Gyakorlatilag a mindennapi rend, a teljes őrszolgálat, a családlátogatást is beleértve, maguknak a börtönlakóknak a kezében van. A visszaesők mértéke, akik letöltötték büntetésüket, 4% alatt van. Itt az embereket nem raboknak, hanem rekuperándosznak hívják, olyan embereknek, akik gyógyulnak. Közülük kettő készítette ezt a filmet. Az APAC rövidítése az elítéltek védelmére és támogatására létrejött szervezetnek, akik vallják, a bűnözőt megölik, de megmentik az embert. 1972-ben a börtönben a helyzet tarthatatlanná vált, zsúfoltság, elhanyagoltság, káosz. A kormány terve, hogy bezárassa a börtönt, meghiúsult. Az embereket nem lehetett sehova elhelyezni. Más megoldás hiányában a kormány a cellák felét egy csoport kereszténynek adta, akik már előzőleg is látogattak néhány börtönlakót. Hozzáállásuk a börtönlakók problémáihoz átalakította a börtön kultúráját. Az önkéntesek és a börtönlakók éppen családokat készülnek fogadni a vasárnapi látogatáson. Évvel ezelőtt az asztal mögött álló embert 114 évre ítélték. Ezt most 30 évre változtatták. Miután 7 évet töltött a börtön zárt részlegében, most ő a teljes körű felelős, mind a zárt, mind a nyitott részlegek biztonságáért. A pszichológusok és az ügyében eljáró bíró hozzájárulásával szabadon dolgozhat az apáknak a börtönön kívül napközben. A szeretet az ember alapvető szükséglete. A család pedig létfontosságú szerepet játszik az ember talpraállásában. A legelején az APAC a börtönszemélyzet mellett dolgozott, ám 10 év után teljes körű lehetőséget kapott az önállóságra. Az elkerülhetetlen feszültség a fegyőrök és a börtönlakók között eltűnt azáltal, hogy egy arra érdemes rekuperándó a kulcsok felett rendelkezhetett. Úgy fogalmaztak, ahhoz, hogy újjáépítsük a társadalom és Isten képének emberimását, először mindenkinek magának kell újjáépítenie önmagát. Ami a rendszer középpontjában áll, az a kapcsolatok minőségének alapvető fontossága az élet minden szintjén. Az APAC most ünnepli 22. születésnapját. Az intézmény vezetője Mario Ottoboni. Jogász volt a helyi önkormányzatnál, amikor az előző börtönvezetés összeomlott. Fanatikus futballrajongóként tartották számon. Tönkrement, mikor egy stadion építkezésébe kezdett a helyi csapat számára. Börtön következett, majd egy rövidebb idő a magánzárkában megtörte. Szabadulása után, mondja Ottoboni, az élete átalakult a kurziónak köszönhetően. Ez egy nem hivatalos, Spanyolországból induló keresztény mozgalom, amit egy spanyol polgárháborút megért ember indított útjára. Ottoboni állítja, hogy a háromnapos kurzióféle bevezető, beszélgető és meditációs foglalkozással a résztvevő megtapasztalhatja Jézust. Ez vezette Ottobonit abbeli meggyőződéséhez, hogy életét a börtönlakóknak kell szentelnie.
Kunzio-féle bevezető foglalkozást 6 hónaponként egyszer tartanak az új rekuperándoszoknak. A foglalkozás középpontjában az ember fejlődése áll. A börtönbiztonsága az emberek szívében is tudatában található, mondja Otto Boni. Itt ők maguk a biztonság, és támogatják egymást. Ugo Veronese egy kiváló pszichológus professzor. Ő alakítja az APAC programját, amióta az elkezdődött. Az egyetlen követelmény ezen a helyen a változás iránti elkötelezettség mind a család, mind a börtönlakók részéről. Veronese álláspontja, hogy a bűnözői viselkedés 90%-a a családi problémákban gyökerezik, ugyanakkor a család a gyógyító forrás, és nincs olyan, amit ne lehetne gyógyítani. A harmadik ember, aki életét és hírnevét az APAC mellett tette le, a Silvio Márquez Neto, a bíró, aki Otto Boninak a megoldást adta. 1974-ben megjelent könyvük, A Krisztus a börtön sír, megdöbbentette a brazil ítélet végrehajtási szakembereket. Bár ő szigorú ítéleteiről volt híres, mégis azt állítja, azért, hogy Lázár kijöjjön a sírból, mindenkinek segítenie kell elgördíteni a követ. Azután Krisztus majd megteszi a többit. Az APAC túlélt nevetséges politikai támadásokat és bezárással való fenyegetőzéseket. A rendszer most a rendőrség mellett működik 130 különböző más brazil börtönszárnyban, és a széles nemzetközi érdeklődés biztosítja jövőjét. Começamos a pegar do próprio preso o problema através de sessões de terapia onde os problemas deles. Kezdetben módszereinkből hiányzott egy egyértelmű irány. Míg rá nem döbbentünk arra, hogy a börtönlakók az egyetlen és igaz forrás, hogy megtaláljuk a megoldást a problémájukra. A terápiás foglalkozások alatt, amikor a gondjaikat megosztották velünk, mi újra fogalmaztuk azokat nekik, majd ők maguk dolgozhatták ki a megoldást. A fogvatottaknak ebbe az intézményben más börtönökből kell jelentkezniük. Érkezéskor örömmel látják őket a rangidős börtönlakók. Az újonnan érkezők sokszor betegek, a bilincsektől és a smasszerek veréseitől éhesek. A bilincseket eltávolítják, és tudatják velük, hogy itt többé nem használják őket. Mindenki tiszta lappal indul. A bűncselekmény és az ítélet hosszúsága lényegtelen. Első 60 napjukat egy speciális zárkában töltik, és különböző lelki és testi felméréseket végeznek az APAC hozzáértő önkéntesei. Az egyetlen érzékelhető különbség közöttük, Otto Boni szerint a méretük, a hajuk és a szemük színe. Van idejük hozzászokni az APAC szokatlan filozófiájához. Cellájuk mellett található a régi sötét zárka. Régen idehozták a fegyenceket, és pucéran dobták őket a sötétbe. Néha olyan zsúfolt volt, hogy sokan megfulladtak benne. Jelenleg kis kápolnaként működik, és állandóan nyitva áll. A cellákat csak éjszakánként tartják zárva. Lakóik bizakodást és reményt kaphatnak az egész napi programokban. 10-12-en vannak egy cellában. Az elítéltek elnököt és elnök helyettest választanak, akik a rendért, a nyugalomért, a higiéniáért, valamint a pornográfia, a kábítószer és mindenfajta szexuális tevékenység tilalmának betartásáért felelősek. A bentlakók több mint felének van olyan státusza, ami felelősséggel jár. Ellátni ezeket a feladatokat és megalapozni egyfajta önbecsülést, ez a két prioritás büntetésük első stádiumában. Mindenki felelős társa boldogulásáért. Egy ember mindegyik cellából hivatalos a börtönlakók önkormányzatába. Ennek neve önkormányzat az őszinteségért és a biztonságért. Itt az összes fontos ügy szóba kerül. Otto Boni javasolja az elnököt, az önkormányzat megbeszéli Otto Boni javaslatát, majd Otto Boni jóvá hagyja a kinevezést. Hát
Hetenként van egy megbeszélés a zárt részleg és a börtöntanács részvételével, ahol bárki felszólalhat. A diretoria executiva da parque, constituída por vários voluntários. A közösség igazgatói és önkéntesei semmit nem tudnak tenni a börtön önkormányzatának együttműködése nélkül. Ez a tanács az, amely gyakorlatilag irányítja a börtönt. Ők felügyelik a patikát, végzik az irodai munkát, ők választják ki, hogy ki irányítsa a börtön őrzését, szervezik a munkaterápiát és az étkezést. Amit a helyi önkormányzat biztosít, az a víz, az áram, az élelmiszer, valamint az épület, amit a bentlakók tartanak karban. Három napi megfelelő munka és jó magaviselet után van egy szabad nap. A jó és a rossz magaviseletet egyfajta pontrendszerrel értékelik. Ritkán, mikor azt gyanítják, hogy kábítószer csempésztek a cellákba, a bentlakókat mesztelenre vetköztetve kiállítják az udvarra, és az önkormányzat átkutatja a cellákat. Hozzávetőlegesen 100 ember van a zárt részen. Egy érem jár minden hónapban annak a bentlakónak, aki a legtöbb szavazat alapján a legértékesebb hozzájárulást tette ott, ahol büntetését tölti. Az APAC elve az, hogy a börtönben lakók családja 20 kilométeres körzetben éljen. A vasárnapi látogatásokon kívül a család belátogathat a hét közepén megtartott misékre, mindazokhoz, akik a félig nyitott börtönrészben laknak. Továbbá meglátogathatják őket minden nap. Mindenféle felekezetet örömmel látnak. A keresztény tanítás és ima áll a program középpontjában, bár semmi sem kötelező. Ez a tanár, és egyike a legértékesebb önkénteseknek. Először azért jött az APAC-ba, hogy ottoboni tanácsát kérje, mivel 19 éves kábítószerfüggő fia 14 napja eltűnt. Ottoboni azt tanácsolta, hogy ne azt kérdezze, miért került bajba, inkább azzal foglalkozzon, hogy mit tanulhat belőle, és ugyanakkor imádkozzon fia visszatértéért. A fiú még aznap visszatért, és azóta Elza szabad idejét az APAC-ban tölti. Pszichológusok, orvosok, fogorvosok, tanárok mindannyian szabad idejüket áldozzák föl. A brazil börtön lakóknak a legjobb esetben is 70%-a félig meddig írástudatlan. Az önkéntesek adakozó szeretete tiszteletet, nyíltságot és egyfajta új magatartást alakított ki a hatóságok irányába is. Amikor a bentlakó magatartása nincs összhangban azzal, ami itt elfogadott, akkor a börtönlakók önkormányzata meghallgatja őt viselkedésének okairól. Az első alkalommal szóbeli figyelmeztetést kap. A második vétség után ismét behívja, jogában áll védőt vinni, majd egy írásbeli figyelmeztetést kap. Rendes körülmények között a második alkalom után behívom magamhoz, ahol ismét figyelmeztetem, és megkérem, hogy eltettének okait. Így szigorú elbánásban részesül, és elmondom, hogy teljes alkalmazkodást várunk el tőle ettől a ponttól kezdve. Ha a bentlakó nem változik a második figyelmeztetés után sem, akkor 1-től 30 pontig terjedő skála alapján kapja büntetését. Ha három különböző és egymást követő incidens miatt erre a skálára kerül, akkor megkockáztatja átkerülését egy másik börtönbe. Ilyen esetekben a bentlakó nem képes tanulni a felajánlott lehetőségekből, mert nem képes alkalmazkodni és elfogadni ezen intézmény feltételeit. Megjegyzendő, hogy ilyen eset nem fordul elő minden évben. Egyszer egy héten, sőt többször is, ha szükséges, ottoboni fogad bárkit, aki írásbeli kéréssel fordul hozzá. Én vagyok az apa, a tanácsadó, bármi, ami szükséges. A fontos az, hogy meghallgassuk az embert. Severino 4 évet kapott nemi erőszakért. Nemrég felajánlotta egyik veséjét egy apának, akinek családja nehéz körülmények között él.
Azt mondja, a szeretet, ami az egész családdal kialakult, és a tudat, hogy képes életben tartani az apát, egy új és csodálatos érzelmi felelősségtudatot ad neki. Az egyik család most jött, hogy részt vegyen az egyik kurzióféle foglalkozáson, aminek fő témája most a bentlakók fejlődése. Most első alkalommal tartják anyáknak, feleségeknek, barátnőknek, hozzáigazítva az ő körülményeikhez. A félig nyitott börtönszárnyban a kurzusra meglehetősen aggódva gyűlnek össze a hozzátartozók, ami arra ösztönzi a börtönlakókat, hogy melegfogadtatásban részesítsék őket. Az esetek nagy százalékában a család, amelyben az elítélt felnő, valószínűsíthetően főszerepet játszik abban, ahogy a börtönlakók viselkednek, és ugyanakkor fő forrása is a gyógyulásnak. A börtönlakók és az önkéntesek hetek óta javítgatják a börtönt a háromnapos nagy családlátogatásra. Minden frissen festett. A lakók kiürítették az étkezőt, és a folyosón és a cellákban esznek azért, hogy az önkéntesek el tudják készíteni a különleges ételeket a látogatók számára. Sokan az önkéntesek közül a régi börtönlakók családjából jöttek. Az önkéntesek ellátják mindennel a látogatókat, még a buszjegyeik árát is fizetik a három nap alatt. Egy isteni erő, amit ez a program felajánl. Vagy közvetlen tapasztalás útján találjuk meg a szeretetet, vagy fájdalmon keresztül éljük át. Ez történt a tékozló fiúval is. Amíg a pénz tartott, addig a barátok hízelegtek neki, az utcalányok odaadták magukat. De amikor a pénz elfogyott, minden eltűnt, és ő ott állt egyedül. A szenvedés megtanította arra, hogy van egy másik út, és ő visszagondolt a szüleire. Rádöbbent, hogy ott találja meg a szeretetet, ami neki kell. Minden egyes pillanatban több és több ember hal meg a szeretet hiányában, mint az éhezés következtében. Minden héten van egy beszélgetés morális értékekről. Ez egy gyakorlat a kurzió módszerből. A lakók és a pszichológusok is egyetértenek, hogy ezek a beszélgetések szükségesek. A látogatás előtti héten a téma a család. Amikor egy anyának fia születik, az anya a legjobbakat álmodja meg neki. Terveket sző, hogy doktor lesz meg, ügyvéd vagy elnök. Aztán valahogy rosszul alakulnak a dolgok, és az intézmény a nevelést, a családot teszi felelőssé. A saját családjára gondol? Nem, nem csak az enyémre. Sok más családra? Igen. Nem, én ezt nem hiszem. Elza asszony, én tudok rengeteg példát. San Joséban élnek jómódú családok, és vannak emberek az én családomban is, akiknek erős befolyásuk van a társadalomra, például doktorok, ügyvédek. Mégis kábítószer élvező lett az unokatestvérem. Na most Elza asszony, hol csúszott félre az unokatestvérem? Hol mennek tönkre a családok? Talán túl elnézőek voltak, vagy túl sokat adtak. És mi történt volna, ha nem adtak volna annyit? És mi tette volna őket jobbá? Ez vonatkozik a család összes tagjára. És sem szó a nevelésről, például én. Apám és anyám családot alapított. Én voltam a legidősebb fiú. 25 éves voltam, amikor rászoktam. Milyen érdekes. Az apám keményen dolgozott, anyám nevelte a gyerekeket.
Jó anyagiak között éltünk. Az apám nem él már, de 79 éves koráig dolgozott. 50 évig éltek boldog házasságban. 25 éves koromban kezdtem kábítózni. Én vagyok a fekete bárány. Senki a családból, még csak a rendőrség közelében sem járt. Az apám sose gondolta, hogy ilyen megtörténhet. Az egészen más, amikor az ember 25 éves és bűnt követel. Nem ugyanaz, mint amikor 12 évesen teszi ugyanezt. Az egész világ itt volt a kezemben. Sok lehetőségem lehetett volna, de én nem éltem velük. Én voltam az egyetlen lány egy 13 gyermekes családban. Csak képzelje el, ha nincs meg az egyensúly és a hit Istenben. Ha a fivéreim is úgy képzelik, hogy a kábítószer egy jobb életet jelenthet számukra, akkor ők is a bűnözést választották volna. A viták segítenek nekik elmondani, miért is követték el tetteiket, és azt, hogy a személyiségfejlődésük azoknak a kis csoportos foglalkozásoknak köszönhető, ami ezeket a vitákat követi. A családom mindig jó volt hozzám. Én vagyok az, aki félrecsúsztam. Mert nem figyeltél a jó tanácsokra? Csak a másik oldal mellett döntöttem. Nem figyeltél? Nem, de most már látom, hogy rosszul tettem. A legrosszabb dolog, amikor az ember saját magának hazudik. Jó példát mutatott az apja. Nem, csak megvert, aztán megment a kocsmába. Adott haza valami pénzt? Semmit, elköltötte a kocsmában. Ez feldühítette? Igen. Így inkább elmenekült. Igen. Ha az utcán élt, akkor ki nevelte? A csavargók. A család olyan, mint a jól elvetett mag. Ha a palántát gondozzák, és a betegség mégis megtámadja a növényt, az könnyedén kiheveri. De ha például valakit az apja vagy az anyja dob ki, akkor egy ilyen sokkot sokkal nehezebb kiheverni. Ilyen esetekben szükség van valakire, aki örökbe fogadja. Nem helyettesítőre, hanem valakire, aki ellátja. Senki nem tud helyettesíteni egy anyát vagy apát. A szeretet nem luxus az ember életében. Életet adó szükséglet. 30 éve foglalkozom az emberi szívvel. A bűncselekmény egy megmagyarázhatatlan tett. A döntés, hogy gonoszszá váljon valaki, egy borzalmas cselekedet. Lázadás is egyben, gyakran a kudarc ellen a gyermekkori szeretet hiány miatt. Kétségbeesett kiáltás, miként a gyermek, aki rosszul viselkedik, csak azért, hogy magára vonja szülei figyelmét, amikor azok elhanyagolják őt. A szeretet egy bátor tett. Felkészíti a gyermeket, hogy szembenézzen az élet kihívásaival. Képessé teszi, hogy elvállalja a felelősséget. Nagyon gyakran a szülők megpróbálják megvédeni a gyermekeiket, és mindent megtesznek értük, de a gyermekeknek elég korán meg kell tanulniuk a felelősségvállalást. Szükséges, hogy megtanuljanak részt venni és áldozatot hozni a családért. Amikor még egészen kicsik, már boldogan segítenek. Egyszer egy 4 éves kisfiú söpörte a padlót a mamájával. Kérdeztem tőle, segítesz a mamádnak? Azt felelte, nem, ő segít nekem. Ezek a pici dolgok meg tudják változtatni az ember hozzáállását. Van egy megfelelő időszak az életben, amikor ez bekövetkezik? És ha igen, akkor ez gyógyítható bármikor? Bármikor. A kis csoportos beszélgetéseken, amik a nagy vitákat követik, a példaképekről, tettekről, tanulásról, környezetről, az asszonyokban növekszik az együttérzés. Alkalom adódik elmélkedni a bibliai eredetű témákon. Megértést és elfogadást kapnak az önkéntesektől. Azon kívül pihennek és örülnek a kialakuló barátságoknak. Azt is tudják, hogy a férfiak szintén hasonló élményeket éltek át. A kurz
CEO-féle foglalkozások alatt mi önkéntesek, bátorító leveleket kapunk a bentlakóktól. Az egyik igen meghatott, így szólt. A legjobb dolog az életben az, hogy el lehet kapni azokat a pici apró dolgokat, amik aztán életcélokká válhatnak az ember életében. A legszebb dolog számomra az volt, amikor fölismertem, hogy megértettek minket. Meg tudtak változni, és képessé váltak visszatérni a társadalomba, mint normális emberek. Sarah akkor csatlakozott az apákhoz, amikor unokaöcsét elítélték kábítószerügyek miatt. Az asszonyok iránti figyelmesség és törődés, amit a motozások során tapasztalt, meglepték őt, bár legtöbbjük maga is átélt hasonló motozásokat korábban. A csomagokat, amiket a látogatók szombatonként magukkal hoznak, az önkéntesek és néhány bentlakó átvizsgálja. Az APAC 75 önkéntesét gyakorlat útján választják ki. A legtöbb idősebb börtönlakó Padarino, azaz keresztszülő is egyben. Minden elítélt, amikor ide kerül, kap egy keresztszülőt, egy tapasztalt segítőt, aki támogatja őt, amíg büntetését tölti, és mindvégig figyeli, mit szeretne. Támogatja családját is, hogy megértő kapcsolat épüljön ki a család és az elítélt között. Azt mondják, amikor kikerül innen, képes lesz szeretetet adni. Néha a kezdetekkor ez meglehetősen fájdalmas. Mr. Chavez és felesége az apáknak dolgozik, amióta csak megalakult. Emberek százait látták, ahogy megváltoznak ezen a helyen, amely sokkal inkább hasonlít egy családra, mint börtönre. Ő és négy másik tapasztalt önkéntes férfi teljes felelősséggel tartozik az éjszakai biztonságért. Miután megszámolták a bentlakókat, a cellákat bezárják. Edson 7 hónappal ezelőtt érkezett az apákhoz megbilincselve 6 fegyőrrel. Most, mint éjszakai őr, kizárólag ő felelős 100 emberért, akik szigorúan őrzött cellákban vannak elhelyezve. Mr. Chavez-nek is van egy irodája a főkapu mellett, a félig nyitott részlegben. Edson nem emlékszik, hogy valaha is lett volna családja. Amikor született, az anyja otthagyta őt egy barátjánál, aki bordélyházban dolgozott. 15 évvel ezelőtt 3 fegyveres társával kirabolt egy bankot. 18 hónappal később elfogták őket. Az egyik őjüket lelőtték, a másikat nyomorékká tették. Edson 78 évet kapott. Három évig a hatalmas és nagymértékben túlzsúfolt San Paolo börtönben volt, különösen szigorú őrizet alatt. Egyetlen céljává a cella szétszedése vált. Az úgynevezett büntetőszárnyban lábánál fogva felkötötték és vasrudakkal ütötték mindenhol, kivéve az arcát. ...1992-ben túlélte a San Paulo-i börtönmészárlást. Két rivális banda közötti vita egy csoma kokain miatt lázadássá vált, majd szétterjedt a börtön összes részébe. ...200 embert lőttek le, vagy téptek szét a rendőrkutyák. Három nappal később csupaszon, vérben, vízben, törött üvegekben arra kényszerítették, hogy gyűjtse össze a halottakat. Amikor az apákhoz érkezett, meg volt győződve arról, hogy mindenki gyűlöli őt. Vad elszántsággal esett takarítói munkájának, és elzárkózott mindenkitől.
Még most sem mer háttal ülni az ajtónak. Nemrég igencsak meglepődött, amikor megkapta az érmet, ami annak a bentlakónak jár, aki a legtöbbet tett abban a hónapban a részlegért. Amióta emlékszik, először sírt. Ideje nagy részét a régi büntető cellában tölti, imádkozva magáért és társaiért. Estandos juntos, ez van a keresztre írva, ami annyit jelent, együtt vagyunk. Felette az ajtóra, ne félj, neveden szólítottalak, enyém vagy. A börtöntanács tapasztaltabb emberei felajánlottak olyan munkákat számára, amelyek lehetőséget, de felelősséget is adtak neki. A legnagyobb győzelem számomra az, hogy élve jutottam ki a börtönből. És rájöttem, hogy ott bent sok ember van, akinek reménye sincs, hogy élve jusson ki. Csak amikor kikerül az ember a börtönből, akkor döbben rá, hogy mennyire megérte küzdeni az életben maradásért. A börtönben a halál minden napja, megszokott dolog. Az eseteket eltitkolják. Minden az intézményen belül marad. Nagyon nehéz nem észrevenni a gyanús körülményeket, amik ezeket a haláleseteket kísérik. Balesetek, kierőszakolt öngyilkosságok, szóval, tudod, öngyilkosság. A börtönben megtanultam a barátaimmal együtt, arra néhányra gondolok, akik még most is ott vannak, hogy érdemes harcolni az életben maradásért. Az átrészben lakók kis csoportokban egyszer egy héten találkoznak a pszichológussal. Mindig találnak valamit, amitől valamelyik bentlakó kicsit jobban érezheti magát, amitől fejlődik. Ebben a fajta kezelésben a vallásos szemlélet nagyon fontos. A legnagyobb gond ebben a században egészen mostanáig a meglévő szekularizmus volt. Az, hogy az embernek meglegyen az a fajta érzése, hogy ki is ő, legalábbis világi nézőpontból. Ez nem egy szektás világnézet, ez teljesen természetes. A probléma lényege azonban abban van, hogy nincs cél az életben, nincs irány, értelem, cél. Kell, hogy legyen hit és vallásos érzület az emberben, azért, hogy értelmet találjunk az életben. Simone Edson barátnője. Megszerette, még mielőtt a börtönbe került volna, és azután is gyakran látogatta. Három évvel ezelőtt született egy babája. Edson rajong a gyerekért, akit mindenki az apákban úgy fogad el, mint Edson saját gyerekét. Hamarosan összeházasodnak itt a börtönben. Amikor majd Edson átkerül a félig nyitott részlegbe, az apák segíteni fogja őket, hogy otthon teremthessenek. Ahogy érettebbé válnak és felismerik a kölcsönös felelősséget, úgy bátorítják az egyedülálló bentlakókat, hogy saját kapcsolatokat építsenek ki. A bentlakók különböző dolgokat készítenek családjuk számára vagy eladásra. A generációk egymásnak adják át az ismereteket. Para que Deus fez tudo isso?
Mint a börtöntanács elnöke a félig nyitott részben, Messias az, aki legrégebb óta van itt. Előadása a Curzio-féle kurzuson a környezetünk iránti felelősségünkről, valamint a teremtett világban való helyzetünkről szól. Messias 114 évet kapott, amit 30-ra csökkentettek. A zárt részben letöltött 7 év után, most a pszichológusok és az ügyében eljáró bíró engedélyével szabadon dolgozhat az APAC részére a börtönön kívül napközben. Ő a biztonságért felelős megbízott a börtön egész területén. Azt mondja, a boldogság, hogy bíznak benne, és hogy ő is bízik magában, majdnem hihetetlen. Ehhez a kulcsot a Curzion keresztül találta meg. A nélkülöző gyermekkor után 18 évesen nősült, hogy otthon teremtsen magának. Amikor otthon feleségét ágyban találta a szeretőjével, lelőtte a férfit. Először fegyveres rablásért ítélték el, 3,5 év börtön nagy tapasztalatokat hozott. Szabadulása után a belső üresség csak növelte étvágyát az erőszakra. Egy banda vezérévé vált. 45 fegyveres támadást követett el és sok embert megölt. A rendőrség kétszer mellbe, kétszer fejen lőtte, és az egyik golyó a gerincében mozgásképtelenné tette. 6 hónapig nem tudott mozogni, és amikor ismét felgyógyult, az erőszak iránti vágy csak növekedett benne. Aztán egy 1 méter x 1 méteres cellába zárták. Azt mondja, szerinte csak azért élte túl, mert Istennek feladata volt számára. Hamarosan ő lesz a vezetők közül az egyik, aki az egész éjszakáért tartozik majd felelősséggel. A 3. lépcső, amikor a bentlakó otthon él a családjával, de aláírásra köteles megjelenni minden este pontban 7 órakor. Ők 2 hetenként találkoznak ott Ottobonyban. Bátorítják őket, hogy kapcsolódjanak be közösségek életébe. Az APAC ugyanis erre kiválóan felkészíti őket. Büntetésük második szakaszában a bentlakók növekvő szabadsággal és felelősséggel rendelkeznek. Kevés kapcsolatuk van a zárt résszel. A nyitott hálóteremben 50 ágy található. Vannak zuhanyzók, egy étkező és egy nyitott kápolna. Ez a rész teljesen a lakók irányítása alatt áll. Elvárják tőlük, hogy segítsenek a családi problémáknál, anyagilag támogassák családjukat és az apákat. Amikor már képesek felelősséget vállalni a munkájukért, akkor küldenek egy ajánlólevelet az egyik ismert munkáltatónak. Megengedik nekik, hogy a börtönön kívül töltsék idejüket reggel 7-től este 7-ig. A bentlakókként sebezhetővé válhatnak az utcai élet kísértéseire, annak ellenére, hogy az alkohol, a pornográfia, a kábítószer mind hozzáférhet az állami börtönökben, az APAC-ban ezek mind tiltva vannak. Ebben az átmeneti időszakban támogatják őket a keresztszülők és a börtöntanács is. Az önkéntesek közül sokan kapcsolatot tartanak fenn a régi bentlakókkal. Azt mondják, nehéz, de meg kell tenni. Amíg nem készek, hogy egy napjukat saját maguk irányítsák, addig megbízásokat kapnak, irodában dolgoznak, főkaput őriznek. A börtönön kívül fekete baseball sapkát viselnek, akik büntetésük 3. időszakában vannak. Messias havi adományokat gyűjt az APAC támogatóitól.
A kormány csak vízzel, árammal és étellel látja el az intézményt, és ezek az adományok csak a mindennapi kiadásokra elegendőek. Messias minden nap meglátogatja új feleségét és kislányát. A félig nyitott részleg alapjai már sok brazil börtönben megtalálhatók. Rossz magaviselet vagy igazolatlan távollét a zárt részlegbe való visszatérést jelentheti. A visszatérés hossza az ügyében ítélkező bírótól függ. Lehet 70 órától, akár 3 hónapig terjedő időszak. Paleno börtönlakó volt. Akkor kezdett jogot tanulni, amikor a félig nyitott részlegben volt. Most végzett, büntetését letöltötte, és ő a felelős a jogi ügyekért Otto Boni után. Ő az egyetlen, aki fizetést kap az APAC-tól, a helyi tanácstól, ami egyébként Otto Boninak is biztosít egyfajta járadékot. A lakók a zárt részben azt mondják, könnyű megszökni innen. De sokat fektettek a rendszerbe ők maguk is, így nem keresik azt, hogy hol lehet ezt tönkretenni. Ha valaki a félig nyitott részből az engedélyezett időnél tovább marad el, rendszerint néhány napon belül visszatér. Ha 2 héten belül sem tér vissza, akkor a többiek indulnak, hogy megkeressék őt. A család keresztszüleinek egyetértésével és a börtönlakó közösség ismeretével a kutatásaik meglehetősen eredményesek. Aztán az illető kénytelen szembenézni azzal a kockázattal, hogy átadják őt a rendőrségnek, vagy visszakerül az APAC-hoz. A kúzió alatt virrasztó imádságot szerveznek. Senki sem tudja, hogy a börtönben az egyik önkéntes valamikor a határőrségnél szolgált. Most egyszerű munkát vállalt, hogy az apáknak dolgozhasson. Otto Boni azt állítja, hogy a világ legelfogadottabb rendszerei nem a büntények okaira reagálnak, hanem annak hatásaira. De a jogi rendszer, ami elítél egy embert, el kell, hogy kísérje őt a börtönébe is. A kapcsolatok minősége, ami összetartja a társadalmat, a legértékesebb dolog, amivel rendelkezhetünk. Töltött 3 nap után az asszonyok kötődnek egymáshoz, és már nem tartanak a börtöntől. Rend és hit elidegeníthetetlen az emberi élettől. Nehéz hinni azoknak az embereknek, akik nem hisznek Istenben és nem tisztelik a felsőbbjét. Ők egy saját kis világot építenek, és megteremtik a saját maguk istenét. Bármiben hisznek. Amikor átmész az úton a zöld lámpánál, miért hiszed, hogy biztonságos átmenni? Mert hiszel a lámpában? Ki csinálta azt? Egy ember. Mely? Nem tudjuk, egy ember. De hisz neki. Együttes élményük által fölismerik a bizalom felbecsülhetetlen értékét.
Csak azt szeretném önöktől, hogy elhiggyék azt, ami itt van a kezemben. Ismer itt valaki valakit a San Antonio-i öregek otthonából? Igen, én ismerek valakit. Rendben. Az összes öregember ott imádkozik mindenkiért, aki itt van. Bár ők nem ismerik önöket, azt írják, hogy gondolnak önökre. Hogy lehet ez? Sok ember írta, hogy imádkoznak önökért ezekben a napokban. Az utazás végén eljutnak a Nyitottság és a Béke szigetére. Otto Boni azt állítja, ha az ember a végtelenségre van teremtve, akkor képes az örökös megújulásra is. Gyertyák egyenesen állnak sóval telt táskákban. Van egy kis gyertya minden asztalon egy üzenettel, ami bátorítja őket, hogy ők is sóvá és fényé váljanak a világ számára. A só megtisztít, megőriz és gyógyít. Az elszigeteltség és a félelem, amit a börtönlakók családjai szenvednek el, eltűnik. A kurziói foglalkozás után a családok egyesülnek. Számára a szeretet az igazság, és az igazság a szeretet. Azoknak az elítélteknek, akik büntetésüket az APAC intézményeiben töltötték le, kevesebb mint 4%-a válik visszaesővé. A rendszer most 140 brazil börtönszárnyban működik a rendőrséggel karöltve. Eddig 35 ország képviselője látogatott el az APAC-hoz, hogy tanulmányozhassa munkáját. Yeah.
közöttünk ismeri meg az Istent, és tudja rábízni az életét.